Az osztályfőnökök szalagtűzése után irodalmi műsorral kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak, az érettségire készülők. Számunkra ez a nap a legszebb, bár közösségünk lassan lejárt. És apránként megyünk egyre messzebb, de az óra most egy percre megállt. Tudjuk jól, nem vagyunk egyformák, ám valahol mégis egyet vagyunk. Szemünkbe örömkönnye szállt, mert ma nektek táncolunk. Számtalan fotó születik az este, és rengeteg díj szó vár ránk. De nem lesz mind a fotóra festve, csak mosoly és szép ruhánk. Mert az élmény, mit itt átélünk, egy versben sem írható le, és szívünk mélyére ásult el egy csodás, örök életre. Nekünk is nehéz, de el kell fogadnunk, egy gyermek sincs köztünk már. A feladatra mind megértünk, s egy láthatlan jövő vár. Így járunk itt 20-an, szép és okos diákok. Köszönjük, ha azt mondjátok, büszkék vagyunk rátok. Hogy milyenek vagyunk, nagyon különbözők, viszont egyenként minden magasban törünk. Ezt mutatják az eltérő erényeink, és persze vannak hasonló erényeink. Egy osztályként viseljük az összes jelzőt, mind a rosszat, mind a mindenkinek tetszőt. Órán telefonozunk, kisvérre megyünk, oda nem figyelünk, ráadásul leszünk. Be vagyunk lassúva, ezért gyakran késünk. Ekkor nekünk mindig elnézést kell kérnünk. Sokan lógunk is, a jelszó a fogászat. Igazolás nélkül megnyugod a bokát. Vannak a csendesek, így nem szólnak semmit. Természetesen ők nem zavarnak senki. Sokan mindig a telefonjukat bánulják, mások a szünetben a májukat árulják. Nekünk soha semmi nem jó, mint találunk. Tisztizünk, mi megvan a kettes az egypont. Vagy fáradtak vagyunk, majd elalszunk órán. Így az emlékünk nem sok, csupán szolvány. Osztálykönyökünk igazolásért könyörünk, és az persze sosincs, mindenki nyezőt. Feleléskor sírunk, vagy toporzékolunk, amivel energiát, időköltség vagyunk. Testnevelés során át se öltünk, mert sportolásra sosem szólít ösztönünk. A zongora szólt nem tudjuk elviselni, de nem lehet sehova se elcipelni. Így kiabálunk, vagy rácsapjuk kezünkre, megtudjuk már a dalt, vészség ezt teszünk. Mint a kis oldások olyanok vagyunk, ennyi komolyságot tartalmaz az agyunk. Ezért hát sokszor a szomszédba küldenek, hogy velünk inkább az óvónők küzdjenek. A sok hibánkért mi bocsánatot kérünk, ezek miatt tényleg mély megbánást érzünk. De most térjünk át vissza a jóra. Nem csak bosszankodással telik az óra, mert vidámak vagyunk, így sokat nevetünk. Viccelődni mindig mindenre szeretünk. Tudunk komolyak lenni, nagy dolgokat tenni. De ez nekünk messzire kell menni, s ha sikerül, munkánk gyümölcse hatalmas, az egész osztály sikere diadalmas, mert tudunk örömet szerezni talának, akik ilyenkor minket jónak találnak. Együtt köszönjük iskolát Rózsaszínben. Most itt állunk feketében, hófehérben. Néha mind felveszünk azt a fehér pólót, ami hirdeti, igen, Szent Anna is kint jó volt. Jövőre már csak pizsamának használjuk, egymáson már többé nem látjuk, sajnáljuk. Hogy milyenek vagyunk, egy valami közös. Előttünk a szőnyeg nem lesz mindig vörös, mert nem teríthetjük az útra a rögös. Úgy se látnánk színét, mert jövünk még közös. De iskolánk adott egy halomány lámpás, ami nagyon segíti a világlátást. Hogy rögös út színén lássuk a virágot, és szebbé teszi a világot és diákot. Majd levetítették a három osztály videós kisfilmjét, amelyben az elmúlt négy Szent Annais éveiket idézték fel fotók segítségével. Az este szalagavató táncokkal folytatódott, a 12. A osztály Bícsi Keringő táncolt, betanította Kele Andrea tánctanár, a 12. C tangó táncát Késmárki János táncpedagógus, míg a 12. B modern táncát Baliga Bodon Péter tánctanár tanította be. A táncok után a három végzős osztály tagjai egy közös dallal köszönték meg szüleiknek a sok törődést, támogatást, majd egy-egy szál virágot adtak át részükre hálájuk jeléül.